a művésztelepen készült alkotásokból nyílt tárlat. A sok C-vitamin véd az influenza ellen. Erős jégkorong csapatot építenek 60-ba. Jó estét kívánok! Az 5. 60-i művésztelep alkotóinak nyílt tárlata a 60-i galériában. A festmények, grafikák többsége 60-t mutatja be. A nyár folyamán több alkotást is készítettek a művészek 60-ról, legtöbben a megújulását helyezték a középpontba. Az ekkor készült képekből pedig szombaton kiállítás nyílt, a tárlatot Horváth Riárd polgármester nyitotta meg. Elmondta, ha másik városban jár, mindig felfigyel az apró részletekre, amiket 60-ban nem mindig tud megfigyelni. Néztem a képeket, a 60-i képeket, hasonló érzés vett rajtam úrát. Én pedig az, hogy a részleteket láttam. Azokat a részleteket, amely részleteket itt lakóként, itt dolgozóként nem nagyon láttam. És ezek a részletek mutatják meg nekünk azt, hogy mi az a város, amiben élünk, milyenek a 60-iak és milyen 60 városa. Püspökiné Kovács Mária már a kezdetektől fogva alkot a művésztelepen. Azt mondja, 60 mindig friss témákkal szolgál a művészeknek, folyamatos megújulásával. Sok szép épület újult meg, és tényleg a csodájára járunk. Most legújabban itt a Városház előtt készült a legújabb festményem. Ott voltunk kitelepedve egy-két nap, és ott valósághűen festettem meg a képet. Az 5. művésztelep kiállítás megnyitóján fellépett a dalvarás kórus, valamint Püspöki Bianka is. Csempárja a boldogi kislány. Párásítás, réteges öltözködés és sok C-vitamin. Ez segít megelőzni a megbetegedéseket. Influenza járványról még nem beszélhetünk, de érdemes odafigyelni az egészségünkre. A januári hidegben hajlamosak vagyunk a megfázásra, éppen ezért fokozottan ügyelnünk kell a mindennapokban arra, hogy ne kapjunk el semmiféle betegséget. Influenza járványról még nincs szó, de egyre többen jelentkeznek a házi orvosnál hányással és hasmenéssel járó megbetegedéssel, valamint felső légúti panaszokkal. Déri Károly házi orvos szerint az utóbbi könnyen megelőzhető. Amennyire lehetőségünk van, nagyon sokszor mossunk kezet. Ha nincs erre lehetőségünk, fertőtlenítő kendővel töröljük a kezünket. Lehetőleg ne látogassunk beteg embereket se otthonában, ha pedig mi vagyunk betegek, akkor ne látogassunk mi másokat, illetve kórházban ne látogassunk hozzátartozókat, ha mi vagyunk betegek. Elég egy tüsszentés, elég egy köhögés, de elég, hogyha közelében valakivel beszélünk. Bizonyára jártak már úgy, hogy utaztak autóbuszon, vagy egy hosszabb úton, és valaki a hátsó sorban köhögött végig. Estére már mindenki köhögött, vagy másnapra mindenki köhögött, nagyon könnyen megkaphatjuk, úgyhogy ezért nagyon kell vigyázni. A megelőzésnek másik nagyon fontos tényező az, hogy öltözünk okosan. Figyelnünk kell arra, hogy rétegesen öltözködjünk, hiszen alulról fázhatunk meg a legkönnyebben. Éjszaka pedig párásítsunk otthon, hogy ne száradjon ki a levegő. Kitért arra, ha érezzük magunkon a betegséget, akkor célszerű otthon maradni, nehogy másokat is megfertőzzünk. Nem érdemes ilyenkor a tömegközlekedést használni, vagy a munkahelyünkbe bemenni. A szakember azt tanácsolja, hogy ha mégis emberek közé megyünk, használjunk maszkot. A 60-i gigászok rendszeresen edzenek, és már egészen óvodáskortól járhatnak hozzájuk jégkorongozni a gyerekek. Szőke Attila edző szeretne egy erős utánpótlás csapatot kiépíteni 60-ban. A 60-i jégpályával a jégkorong is megjelent a város sportéletében, hiszen színre léptek a 60-i gigászok. A csapat 2013-ban alakult, a 2014-15-ös szezonban már bajnokságon is indultak. Vannak 8 éveseink, akik kuparendszerben játszanak minden vasárnap, hát minden második héten vasárnap, ilyenkor utazunk Tatabányára, Budapestre, vagy majd februárban jönnek ide csapatok, illetve 10 évesek is vannak, ők is szintén kuparendszerben játszanak, mindig 4 mérkőzést játszunk egy ilyen kupán, és imádják a gyerekek. 3x18 perces meccsek vannak, itt még nincs eredményszámolás, úgyhogy gyakorlatilag csak a felszabadult játék öröme létezik. Már az óvodásoknak is tartanak edzéseket, a legfiatalabb játékos 3 éves. Thomas elmondta, mit szeret legjobban a jégkorongban. Mert mindig lövök egy gólt.
Rozsnaki Lara már a kezdetektől a gigászok tagja. Rengeteget edz, hiszen az az álma, hogy egyszer majd világbajnok lesz. Azt is elmondta, hogy telik egy edzés. Ügyesedünk, és nagyon sokat gyakorlunk. Mi a kedvenc gyakorlatod? Mit szoktál legtöbbet gyakorolni? Hát a fékezést. És abban mi a nehéz? Hát, hogy mind a kettő lábban meg kell állni. A 60-i gigászok a jövőben sok bajnokságon szeretnének részt venni. Emellett nagy álmuk, hogy legyen egy állandó jégpályájuk, hogy ne csak a téli szezonban tudjanak gyakorolni. Nem most jöttem le a falvédőről címmel nyílik kiállítás a 60-i Lajos Múzeumban, szerdán 16 óra 30 perckor. Sík Sándorról tart előadást Jelenics István, piarista szerzetes, szerdán 17 órakor a 60-i Lajos Múzeumban. Holnap változóan felhős idő lesz, főként fátyol és gomoly felhőkkel. Több-kevesebb napsütés mindenhol várható. A változó irányú szél általában mérsékelt marad. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet mínusz 7 és mínusz 13 fok között alakul. A legmagasabb nappali hőmérséklet plusz 1 és mínusz 4 fok között valószínű. Kedves nézőink, Önök a híradót látták, most a színpad következik. További jó szórakozást kívánok, viszontlátásra!